Kéri László, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Számíthat rá, hogy ennyi aláírás gyűlik össze? Volt valami a levegőben, meg ez a titokzatoskodás előtte, hogy ezek ennyit, azok annyit hoznak, abból már lehetett érezni, hogy a 130 ezer az nem lesz gond, de az, hogy a duplája lesz, az szerintem nem csak engem lepett meg, sokakat. Mit gondol a helyzetről? Milyen? Én ezt egy nagyon fontos jelzésnek tartom, bár tudom azt, hogy Budapesten a Fidesz soha nem volt, és most sem, és a jövőben sem lesz olyan erős, mint országosan, tehát kicsit megtévesztő a budapesti mintának a mondjuk az országos viszonyokra való kivetítése, de azért ez Budapesten egy meglehetősen jelentős tömeg, mert azért mégiscsak kell valamit tenni. Tehát nem ez, hogy otthon a konyhaasztalnál anyázok, hanem oda kell adni a nevemet, a címemet, valamilyen módon magamat. És hogy ennyi ember merte, mert hát azért azt tudhatták, hogy ennek van politikai jelentése is, hogy világos volt ez szerintem. De ez azért elég sokat mutat. Egyrészt azt is mutatja, én azért együtt látnám a mozgalommal is, akik csinálták meg az emberekkel, tehát nem szigetelném el magát a számot. Tehát egyrészt megjelent egy olyan új erő, akik ezek szerint ügyesebb mobilizációs kapacitással, na most ezt magyarul is el kellene mondani, tehát jobban meg tudják mozgatni az embereket, mint a hagyományos ellenzéki pártok erre képesek voltak. Mondjuk ilyet látunk már Milla esetében, pedagógus szervezés, egészségügyi tüntetések esetében, látunk ilyet az internet tüntetés esetében is, tehát ez még önmagában nem lenne újdonság, mert ha az új időszámítás szerint, ugye most tudjuk, hogy már 110 évben is ez a legkülönbözőbb korszak, amiben most élünk, ugye büszkék lehetünk rá, hogy egy ilyen történelmi időben. De beszéljünk majd egyébként arról is, hogy mit mondott a miniszterelnök a parlamentben, mert látom, hogy egy kicsit előre szalad. De ő például az olimpiáról még nem beszélt. Nem is fog szerintem, persze, ő csak sikerről szeret beszélni, úgyhogy ami kudarc, azt azonnal másokra keni. Szóval megéreztek ezek valamit, és szerintem az eddigi mozgalmakhoz képest azt figyelem, hogy professzionálisabban készültek föl, többféle szinten is. Egyrészt volt szétterített aktivista hálózatuk, akik föl voltak készítve, volt helyismeretük, tudták, hogy hol és hogyan kell gyűjteni, volt kooperációs képességük talán jobb, mint más mozgalmakra korábban, és volt nagyon szépen megtervezett média jelenlétük, itt maguknál is, de a legkülönbözőbb újságunkban, tehát kicsit az az érzésem, hogy a sok elbukott hasonló kísérlet, tehát itt a végigveszély, 4K, Milla, mennyien voltak már ilyenek, ilyen nagy ígéretek, aztán már nevükre sem emlékszünk. Én azért kivárnám, tehát most nem a szkepszis az, ami az első ilyen megfigyelő pozícióból sem, hogy látunk mi már sok ilyet, hanem azt mondom, hogy látunk sok ilyet elbukni, de nem törvényszerű, hogy el kell mindenkinek bukni. Hát, ha nekik sikerül. Hát, ha nekik sikerül az 1,5 milliónyi válasz, aki kivonja magát a megmérhetőségből, és nem tudni, hogy kormánypárti valamelyik ellenzéket szereti, Fidesz szereti, vagy sem. De nem kizárt. Az indulásuk elég jó volt. És a 2018-as indulásuk, az milyen? Igen, ez is meglepett, hogy bejelentették, hogy azonnal fölkészülnek. Hát ha arra gondolok, hogy a választóknak az ismerkedése a kínálattal az olyan fél évvel a választás előtt kezdődik el, nincsenek olyan nagyon későn. Ha meg arra gondolok, hogy hány ilyen új pártot láttam elbukni a Centrumpártól kezdve az Agrárszövetségig, a végigveszek ennek a 25 évnek a politika történetét, hogy hány új erő próbált ebben betörni, akkor ez tulajdonképpen csak a Jobbiknak meg az LMP-nek sikerült az elmúlt évtizedben. Mégis van üres kapacitás, van ottan, van lefedhető bázis, nyilván nem fognak örülni a többi ellenzéki pártok, bár én a Fidesz helyében se lennék nyugodt, mert ahogy én nézem ezt a tónust, meg ennek a mozgalomnak a megjelenését, hogy ez keresztbe metzi ezt a hagyományos taglódást, hozhat onnan is, és főleg hogyha betartják azt, hogy amit olvastam, hallottam, hogy járják majd a vidéket, mert ugye ez volt az első vált, hogy nagyon budapesti. Hát én emlékszem olyan pártra is, amik olyannyira budapesti volt, hogy egy budai villapincéjében elfértek 35-en, akik alapították, aztán nem lehet az országról levakarni őket, tehát én ezt nem hatódom meg, hogy minden párt így kezdte Kumbéláiktól a Fideszig, hogy elfértek egy szobába, aztán majd mondjuk az igaz, hogy a Fidesz alapítók szobában, azért voltak kollégiumi pincében, mert hogy egyébként nem budapestiek voltak. Hát ez igaz, és ez meg is könnyítette az országos szervezeti válásokat, de hogyha én jól hallottam ettől a mozgalomtól, elindulnak országot járni,
és kíváncsiak lesznek az emberekre. Na, ez nagy újdonság lesz a többi párthoz képest, mert többi pártból, ha mennek, akkor mindig ők akarnak beszélni. Ha lenne egyszer egy ilyen párt, amelyik elmegy az emberekhez, és tudja, hogy nem neki kell beszélni, hanem beszélnek az emberek, mert őrájuk nem kíváncsi senki, na, abból lehetne nagy politikai meglepetés. Mit gondol arról, amit Botka László jelentett be szombaton, meglepetés? Ugye nem a gyurcsányozás, mert ez agyon van beszélve, és állandóan egy 5%-os... Hát azért legalább egy mondatot hát a média ezt kapta föl, sok minden mást is mondott Botka. Ezt meghagynám a médiának, hogy mindig ez az 5%-os párt bepasszírozza magát a média közepébe, és állandóan róla beszélnek, aztán mégis mindig 5%-osak maradnak. Ezt most azért csak nem Gyurcsány Ferenc passzírozta, hogy Botka László is róla beszéljen. De hogyha csöndben maradtak volna Gyurcsányi, kit érdekelne az? Mert még csak néven se nevezte, nem? De nézzem már ennyire naívnak. Na. Jó, hát én értem, hogy van ilyen párt, és van olyan pártelnök, amelyik minden héten megpróbál valamit, hogy róla beszélnek, de azért nézzük már 5-6 év átlagában ugyanazon a szinten vannak, ahol voltak, megvegetálnak. Tehát én nem ezt tartom a Botka fölépésében a legfontosabbnak, hogyha ennyivel túlesettünk ezen, mert majd beszélnek mások erről. Hanem az új baloldaliságot, vagy a korábbi időszak kapcsolatosan kritikát? Igen, ezt a három elemet, az új baloldaliság, a korábbi időszak, meg maga a karakter. Mert az is egyfajta újdonság, mert eddig ilyen balról vagy ellenzékről, bocsánat, hogy élünk módon szoktak előjönni, és meg is volt persze minden okok rá, de ezzel, hogy állandóan mit kérdek számon az elemzők is a baloldalon? Hogy hol van a baloldaliságuk, meg hogy mit kezdenek a múlttal, ugye? Ez a két legfőbb vád. És Botka megtalálta a választ ezekre a kérdésekre? Nem találta még, de legalább elkezdte egyfajta irányba. Ez egy vita alap lehet. Ez a hagyományos baloldali megközelítés. Nem hiszem, hogy annyira elvetendő lesz az a néhány programpont, amivel előáll, ugyanis ez mind a levegőben van. Ez az állampolgári minimum biztos tudja, hogy 7 európai országban is próbálkoznak ezzel. Ez, meg vannak is, ahol már... Alapjövedelem. Igen, ez az állampolgári alapjövedelem. Ez ott van a levegőben, és ez szerintem tipikusan baloldali dolog lesz, mert a végképp leszakadtak a magukkal, nem kezdeni nem tudók, azok azért elég nagy arányban vannak minél a fejlett országokban is. A másik, ami szerintem a levegőben van, és baloldalnak kell rácsapni, hogy tele van a világ közgazdasági irodalma az elmúlt 5-6 évben azzal, hogy hihetetlen lehet a jövedelem polarizáció. A 2008-as válság után is világszerte mindenütt. Amerikában ugyanúgy, mint itt Magyarországon, nézze meg, hogy a jövedelem stagnálás évei után az a 100-as leggazdagabb magyar kiadványba be se lehet kerülni, ahogy be lehetett mit néhány évvel ezelőtt. Itt is megtöbbszörözik a... Hát van olyan, aki minden nap megtöbbszörözi, ugye? Igen, Mészáros Lőrincről éppen ma mutatták el sajtóban, igen, hogy meg ezer szerezte az elmúlt években. Igen, tehát ilyen körülmények között előállni egy olyannal, az nem csak baloldali ígéret, hanem a társadalmi igazságosság érzettel is szerintem valahol találkozik, amikor azt mondja, hogy igazságos-e az adórendszer, amelyik eltekint ettől, hogy egy vékony rétegnek aránytalan módon, és nem biztos, hogy a teljesítmény alapján nőtt meg a jövedelme. Ez a vita folyik világszerte, Magyarországon is kikerülhetetlen. Az más kérdés, hogy ez a gazdag brancs behúzott a Fidesz mögé az elmúlt időben, onnan várja a védelmet, na, mindig a mindenkori kormány mögé fog menni. Tehát én itt is azt mondanám, hogy a Botka jó helyen keresgél. Én ezt inkább egy ilyen első kínálatnak látom, amivel megjelenik. Nem akar mindenkinek mindent ígérni, azt nem tudom megítélni, hogy mekkora bázisa lehet egy ilyen típusú új baloldali nyitásnak. Egész Európában ő szörnyű nagy zavarban van a baloldalon. A magyar baloldal is nem egyszerűen csak a 8 évnek köszönheti, hogy itt van, hanem annak is, hogy nem voltak az elmúlt 10-15 év fontos kihívásaira semmiféle érdemi baloldali válaszok. Nézze, ezek legalább valamiféle válaszok. Ezekre azt lehet mondani, hogy milliókat érinti. A harmadik a karakter, hogy végre kimer állni. Az is valami. Ugye korábban sokszor győzködték Botka Lászlót, és akkor ez nem történt meg. A Fidesz is kérdéseket fog feltenni, Orbán Viktor ma is beszélt erről, rezsicsökkentésről, menekültek korlátlan utazásáról, nemzetközi szervezetek aktivistáról. Hát igen, ezeket hallottam már a bazárban, ott helyén is való volt a bazárban ez. Azért értek előre gondolom. Igen, hát mondjuk így igen, de ehhez képest ma átjött a bazár ma a parlamentbe is, és akkor ott is hallhattuk ugyanezt az ötöt. Hát ez azt tudom mondani, amit
írtam is valahol. Ez az ő magánügye, tehát én megértem, hogy ez neki fontos. Állandóan találkozik európai vezetőkkel, valószínűleg ezt beszélik egymás között. Ha egy kicsit komolyan veszem, akkor itt megint ellenfél kijelölésekről van szó. Szóval meg kell védeni az országot, ha nem érdeklünk senkit, akkor is megvédjük az országot. Tehát ebben olyan nagyon sok újdonságot nem látok. Nem ez volt az igazi újdonság ebben a mai fellépésében. Két olyan dolog, amivel nem szokott próbálkozni. Az egyik, hogy látható módon nem éri be azzal a szereppel, hogy a rendszerváltás első számú és helyrehozója, visszazökkentője. Most már 110 éves perspektívában megtudtuk, hogy ez az időszak, amit a Fidesz, most már ez az új elmúlt 8 év, ez a 110 évben is a legkülön, mert az első sikeres válság megoldó. Hát, ha úgy lettem volna, akkor mondtam volna, hogy azért Viktor, várjuk ki a végét, mert ez azért, hogy már így beleálmodtad magad a történelembe, ez rendben van. A másik viszont az, hogy ilyen számézőnnel soha nem próbálkozott, és jól tette, mert nem való neki. Szenvedett is. A testbeszéde mutatta, hogy ez nem az ő beszéde, és ráadásul hetet havat összekavar. Tudom, lejár a műsoridő, és ezért nincs lehetőségem elmondani, hogy össze-vissza zagyvált mindent, és a fontos mutatókról meg hallgatott. Úgyhogy majd máskor ezt szedje elő, hogy mi mindenről nem beszélt, amiről kellett volna. Itt folytatjuk, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a figyelmet, holnap Rónai Egon számít rá, viszontlátásra!